Autó a vízzel vezető árokban, térdig érő sár és hordalék, rengeteg iszap a házak pincéiben. Ez maradt kétjen a mindent felforgató árhullám után. A falu lakói nagyon megijedtek, mivel ekkora rombolás nem láttak ott emberemlékezet óta. A főútról, meg a Hegedű Gyula utcából, meg itt megy egy kis utca, összecsapott a víz, hogy itt mi volt előttünk, hát ez katasztrófa. Hát ilyet én még 70 évet elmúltam, de még ilyet nem láttam. A polgármester azt mondja, szerencse a szerencsétlenségben, hogy a víz, ahogy jött, úgy el is vonult. Így egyből neki tudtak állni a sáros hordalék eltakarításának. Azt mondja, hasonlót csak a 70-es években látott, de még az a felhőszakadás sem okozott ekkora bajt. Egyszerre érkezett. Tehát látni a videófelvételen, hogy nem úgy volt, hogy esik az eső, emelkedik a víz, hanem egyszer csak ez a nagy ár rászakadt a Kossuth utcára, és innentől fogva elindult a lavina. Jött a Hegedűs Gyula utca és a Dózsa utca és a Kultúr mögötti részen kötött ki, és ezt az óriási vízmennyiséget nincs az a vízelvezető árok, amelyik meg úgy tudja kezelni, hogy ebbe kár ne keletkezzen. És mivel nagyon nagy volt a víz sodrása, mindent vitt, amit tudott. Betonvirágládát, tehát amit markológéppel rakunk, traktunk a helyére, azt fogta és 20 méterre arrébb vitte. A község vezetője szeretne minden lakónak segíteni, és egy Viszmajor pályázattal finanszírozni a károk helyreállítását, ezért sorba végigjárja a falu házait, hogy felmérhesse, mekkora összegre lesz szükség a javításokhoz. Az utóbbi napok rendkívüli időjárása számos más településen is hasonló károkat okozott. A választókerületemben egyébként több településen, például itt Kunarasban, de láthattuk azt, hogy Döbrököz hasonló eset volt, illetve kicsit távolabb Kéty, ami szerintem a legsűrűsebb helyzet ott alakult ki. De több településen, illetve majdnem mindenhol volt eső, csak nem ilyen nagy mennyiségű és ilyen rövid idő alatt. Most Dombováron vagyunk, Dombovár Gunaras üdülő övezetében, ahol annak idején jó 60 évvel ezelőtt, amit elkészítettek, átereszek, igazából szűknek bizonyulnak, ekkora mennyiségű vizet nem tudnak a több száz vagy lehet ezer hektáros területről levezetni. Ott is egyébként el kellene gondolkozni azon, hogy jó-e az, hogy ekkora területeket együtt vagy beszántanak és művelnek, nem törik meg ezt a területet több kisebb területre annak érdekében, hogy a csapadékvizet is meg tudják fogni. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is elmondta, ebben az esetben több tényező együttesen játszott közre abban, hogy így el tudta árasztani a víz a település részt. Úgy véli, erre mi hamarabb megnyugtató megoldást kell keresni úgy, hogy a vízügyel és az érintett gazdálkodókkal meg kell vizsgálni az átereszeket és a földterületet. Nyilvánvaló kell az áteresz méretén változtatni. Szerintem a gazdáknak is el kell gondolkozni azon, hogy ekkora területeket szabad-e így egy növénykultúrával bevetni. Ráadásul most az is volt a gond, hogy például nem búza vagy árpa volt ott, vagy mondjuk lucerna, hanem kapás növény, tehát kukorica, és az még igazából nem tudja így június elején megfogni ezt a hatalmas mennyiségű vizet. Az áradat több épületet is veszélyeztetett. Most még csak eltakarítandó hordalék maradt, de legközelebb már nem biztos, hogy ilyen szerencséjük lesz a lakóknak, akár tetemes kár is érheti mind az ingatlanokat, mind az utakat. Hirtelen elzúduló csapadékvíz nehezítette meg június 6-án Tolna vármegye több járásának, településének a lakóit is. Itt a Paksi, valamint a Dombovári járásokban kellett jellemzően a tűzoltóinak is vonulnia. Összesen 11 eseményhez riasztották a tűzoltót, pontosabban 11 eseményhez vonultak a tűzoltóegységek. Több riasztásuk is volt, viszont a villámárvíz gyakorlatilag ugye ez hirtelen érkezik, és egy kicsit hosszabb lefolyással, míg ez a csapadék el fog szivárogni, viszont voltak olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag ezek önmagától felszámolásra került ilyen értelemben egyébként az ott történő károk. Amit tudni kell erről, ahogy mondottam is, ugye ez hirtelen érkezik, hirtelen zódul le, ezt a hatalmas nagy mennyiségű csapadékvizet valamilyen szinten el is kell vezetni. Nyilván vannak egyébként erre rendszeresített vízelvezető árkok, akár itt a háztartások környékén is, vannak különböző átereszek. Ezeket célszerű tisztán tartani annak érdekében, most akár a fűvágásra gondolok, vagy a zöld hulladéknak az eltávolításáról, illetve ezeknek a vízátereszeknek ott szokott még jellemzően felgyülemlen egyébként ilyen-olyan hordalék, azokat is érdemes akár kézzel, vagy bármilyen másik eszközzel még, ami a kezünk ügyébe akad, így eltávolítani. A szakember elmondta, hogy ezzel megkönnyíthetik a csapadékvíz gyorsabb elfolyását, de azt is fontosnak tartja, hogy figyeljük az időjárás előrejelzést, és ha szükséges, gépkocsinkat vigyük egy magasabban fekvő területre.
Tolna vármegyében egyébként a riasztások során jellemzően a pincékben alagsorokban felgyülemlett vizet kellett elektromos szivattyúval eltávolítani a katasztrófavédőknek. Emellett még leszakadt faágak, kidőlt fák miatt kellett intézkedni az egységeknek.